Ismét emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma Európában. A legsúlyosabb a helyzet Spanyolországban, ahol közben több százan tiltakoztak a megszorítások ellen. Szigorítottak Franciaországban és Olaszországban is, ahol már a köztereken is kötelező a maszkok viselése. Új-Zélandon a járványveszély miatt elhalasztották a parlamenti választásokat is. Ismét korlátozó intézkedéseket lépett érvénybe Spanyolország, miután jelentősen megnövekedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Az éjszakai klubokat bezárják, tilos a szabadban történő dohányzás és alkoholfogyasztás, valamint a nyilvános helyeken is bevezették a kötelező maszkviselést. Utóbbi ellen több százan tiltakoztak a fővárosban. Túl sok korlátozó intézkedést hoznak, elveszik a jogainkat. A járvány alatt kellett volna maszkot használni, nem most, mondta egy nő, aki szerint már véget ért a világjárvány. A spanyol kormány megkezdte a szúrópróba-szerű tesztelést is, hogy kiszűrjék azokat a betegeket, akik nem mutatnak tüneteket. A növekvő esetszámok miatt több kormány ismét utazási korlátozásokat vezetett be a Spanyolországból érkezőkkel szemben. A franciáknál második napja van 3000 fölött az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. A maszkviselés több helyen a köztereken is kötelező, de a kormány ezt az intézkedést kiterjeszteni a munkahelyekre is. Szerintem jó ötlet. Lehetővé kell tenni a munkavégzést, és meg kell előzni a fertőzést. Az irodában órákra össze vagyunk zárva, így ott könnyen kialakulhat egy gócpont. Fogalmazott ez a párizsi lakos. Szigorításokat vezettek be Olaszországban is, ahol a következő 3 hétre minden szórakozó helyet be kell zárni. Emellett a maszkviselést is kötelezővé tették minden olyan nyilvános helyen, ahol nincs meg a lehetőség a biztonságos távolságtartásra.